Szinte teljes kerettel készül a Győrieto FC az OTP Bank Liga tavaszi rangadójára. A Debrecen ellen várhatóan csak 3 hiányzója lesz Horváth Ferencnek. Sérülés miatt Takács Ákos és Leandro Martínez, eltiltás miatt pedig Nikola Trajkovic nem játszhat majd a Civisvárosban. A vezetőedző azt mondja, szeretett volna több edzést tartani a csapatnak, de úgy látja, hogy a játékosok fáradtabbak, mint arra előzetesen számítani lehetett. Így változtatni kellett a terhelés és a pihenés arányán, hogy szombaton is frissek és dinamikusak legyenek a győriek. Horváth Ferenc azt mondja, az MTK elleni bajnoki mutatott játékkal elégedett, és reméli, hogy a csapat meg tudja ismételni ugyanezt a teljesítményt. Szeretnénk a Debrecenen maradni, szeretnénk támadni mindenféleképpen, reméljük, hogy azok, amik eddig a veszélyekben voltak a játékunkban, azokat szép lassan sikerül megoldani, bár nem ígérhetem, hogy mindig úgy fogunk játszani, mint az MTK ellen, hiszen azért ez egy teljesen másfajta játék, mint amit eddig játszott a Győr. Ebben még azért lesznek hibák, de azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, és ugyanezen az úton szeretnénk tovább menni a Debrecen ellen is. Az Eto és a Debrecen idén már találkozott egymással a Liga kupában, akkor a 2-1-es győri győzelmet követően 3-1-re kikapott idegenben az Eto, így a legjobb 8 közé a hajdúságiak jutottak be. A vezetőedző szerint abból a meccsből túl sok tanulságot azért nem kell levonni. 9 válogatott nem volt előtte, valónap játszottunk, szinte ifistákkal álltunk föl. Annyi talán, amit le lehet vonni, hogy a rendszerek azért ugyanazok voltak, ugye a Debrecen ebben a rendszerben játszik a Liga kupán is, mint amiben a bajnokságban, szerintem ez most se fog változni. A Győrieto FC DVSC mérkőzés szombaton este 8 órakor kezdődik. Ha az Eto nyer, 5 pontra megközelíti riválisát, és még inkább versenyben marad a bajnoki címért folytatott harcban.